Jó estét kívánok! Július 29-e van péntek este. Önök a Tatai Televízió napi hír összefoglalóját látják. Nézzük mai műsorunkban, miről lesz szó. 2022. július 31-én népszavazás lesz Tatán. Különleges érzelemfejlesztő tábor indult városunkban. Párakapuk alatt frissülhetnek fel a tataiak. Népszavazási kampányzáró rendezvény az Építők parkjában. 2022. július 31-én népszavazás lesz Tatán. A legfontosabb tudnivalókat dr. Horváth József, tataváros jegyzője, a választási iroda vezetője foglalja össze annak érdekében, hogy a választásra jogosultak minden olyan információ birtokába legyenek, amely a népszavazás törvényes lebonyolításához szükségesek. A helyi népszavazásra vasárnap kerül sor, ugye ezt a törvény előírja, hogy csak vasárnap lehet megtartani. A legalapvetőbb dátum és időpont az, hogy reggel 6 órakor nyitnak ki a szavazókörök, és este 7 óráig lehet szavazni. Ez igaz a mozgóurnás szavazásra is. Nagyon fontos változás a tavaszi eseményekhez képest, tavaszi választáshoz képest, hogy jelen pillanatban már nincs Covid veszélyhelyzet, ezért csak olyan okmányokkal lehet részt venni a választáson, a népszavazási eljárásban, amelyek érvényesek. Épp ezért egyébként a kormányhivatal tartott a nyár folyamán rendkívüli nyitvatartást, de felhívom most is a figyelmet, hogy a vasárnapi napon is nyitva lesz a tatai okmányiroda, és délután 2-től 7 óráig, a záró időpontig pótolni lehet a személyigazolványt, személyi okmányokat, illetve a lakcímkártyát. Még egy nagyon fontos változásra hívjuk fel folyamatosan a figyelmet, hogy eddig ugye 24 szavazókör volt Tatán, ezt a tavasz folyamán a tavaszi tapasztalatok alapján szűkítettük 19-re, de kizárólag azokon a helyeken szűnt meg szavazókör, ahol egyébként több szavazókör volt, tehát Vaszari iskola, Jávorka iskola, Fazekas iskola, Kőkuti. Itt vontunk össze egy-egy szavazókört, tehát minden választópolgárnak azt mondom, hogy ugyanoda kell mennie szavazni, csak lehet, hogy most egy kicsit más lesz maga a szavazókör beosztása, de ő ugyanoda menjen, ahova szokott menni egyébként, és megtalálja a szavazókört. Ezek a szavazókörök ugyanúgy reggel 6-tól este 7-ig, 19 óráig lesznek nyitva. Ha valakinek még további információra van szüksége, az a város honlapján megtalálja, illetőleg az önkormányzatot, munkaidőben a központi számon is lehet hívni, és minden kérdésre, mint helyi választási iroda válaszolunk és adunk tájékoztatást, illetve ha valamilyen hiányzó dokumentuma van, akkor azt még, ha a törvényes határidőn belül kéri, akkor azt pótoljuk is. A Lélekfészek elnevezésű tábor már évek óta működik városunkban, és nyaranta több turnusban is fogadja a gyerekeket. A szervezők célja, hogy a résztvevők a különböző hangtálak, stresszoldó praktikák segítségével fejleszteni tudják az érzelmi és szociális készségeket. Több korosztályból is érkeztek gyerekek a Lélekfészek elnevezésű táborba az idei vakáció alkalmával. A tábor vezetője nagyon fontosnak tartja, hogy a gyerekek kiegyensúlyozott életet éljenek, amihez igyekszik minden segítséget megadni számukra. A programok között szerepel hangtálakkal történő foglalkozás, légzés és koncentrációs gyakorlatok elsajátítása, valamint kézműveskedés is várja a résztvevőket. Már nem ez az első év, és én már nagyon régóta foglalkozom gyerekekkel, tyúkanyószerűen, innen jött a fészek név, és hogy mitől lett lélekfészek, az azért van, mert hogy szeretném, hogyha a gyerekek nem távolodnának el attól, ahonnan jöttek, és már nagyon kicsi korban tudnák, hogy érzésekkel dolgozunk, hogy van bennünk valami, ami vezet, és ez a lélekfészek tábor is erről szól, hogy erre a gyerekek tudatosak legyenek, kapnak stresszoldási alapokat, érzésekről tanulunk, hogy ezeket jól ki tudják fejezni, hogy egymással hogyan viselkedünk, és ez mind ilyen nagyon szeretetteljes, türelmes, egymásra figyelő történet, és ezek vannak így összefűzve ebbe a táborba. És évek óta van már ez a tábor, mert én nagyon pici gyerekekkel foglalkozom már hosszú évek óta, és
a nagyobbak jönnek visszatáborozni hozzám nyaranként. 8-an vannak, különböző korosztály van, körülbelül a 4-től a 9 évesig. Az egyik legfőbb célja a tábornak, hogy a gyerekek szociális és érzelmi készségeiket fejleszteni tudják, megtanulják kezelni a stresszt, és tudják azt oldani is. Nagyon fontos az egymással való helyes kommunikáció elsajátítása is. Hát inkább az érzékszervek és az érzések összehangolása folyik, tehát hogy a testünkben mindig megjelenik fizikai érzetben is a lelkünk, és a gyerekek ezt tanulják, hogy ezt jól felismerjék. Ehhez segítséget kapnak a hangtálaktól, légzéstechnikát kapnak, és ma például az 5 szeretett nyelvről beszéltünk, megtanultuk a 4 varázsszót, a sajnálom, a köszönöm, a kérlek és bocsáss meg, és e körül forgott a nap. A többi napon beszélünk megbocsájtásról, boldogságról, és hogy hogyan tudjuk a negatív érzéseinket kidolgozni, megdolgozni, elfelejteni, átalakítani, és ehhez kapnak fogóckodókat, technikákat, akár a légzésből, akár tornagyakorlatokból, akár énekből, rajzból, és minden nap hangtálazunk. Az utóbbi időszakban több harmadfokú hőségriasztás is érvényben volt hazánkban. Az országos tiszti főorvos akkor rendel el harmadfokú hőségriasztást, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon meghaladja a 27 fokot. Városunkban kihelyezett párakapuk és ivóvízvételi lehetőségek is segítik a helyieket a nagy melegben. A nagy melegre való tekintettel a hagyományokhoz híven a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Új párakapukat helyezett ki, amelyek enyhülést nyújtanak a városban közlekedőknek. A párakapukat megtalálják a Magyari Zoltán Művelődési Központ mellett, a Kossuth téren és a Haranglábnál is. 3 darab párakapu lett kihelyezve a városban. Ez a régi hagyományoknak megfelelően folytattuk ugyanazt a módszert, hogy eddig is. A lényege úgymond a változásnak, hiszen egy kis változás is történt az elmúlt évekhez képest, hogy teljesen új párakapu került ki minden helyszínre. A régiek elavultak voltak, elrozsdásodtak, tönkrementek, már lejárt az idejük, és így csináltattunk egy teljesen új, rozsdamentes anyagból, egy kicsit dizájnosabb formában 3 helyszínre párakaput. Ez a 3 helyszín az Országgyűlés tér, a Kossuth tér ugye az önkormányzathoz közül, illetve a Művelődési Központ mellett elhelyezett párakapu. Vannak olyan párakapuink, például itt az Országgyűlés téren, ahol egyébként vízvételi lehetőség is van, tehát inni vagy kulacsot megtölteni is lehet, illetve van olyan, ahol csak egyszerűen a párakapu funkcionál, mint hűsítő berendezés. A kánikula idején fogyasszunk több folyadékot, de kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Fontos a saját bőrtípusunknak megfelelő fényvédő használata, valamint, ha tehetjük, ne tartózkodjunk a napon délelőtt 11 és délután 3 óra között. A kihelyezésük az egyértelműen a hőségriadó előtti napokban történt, és az időjárástól függően üzemeltetjük, tehát nyilván amikor esik az eső, hűvös van, nincs rá szükség, de még azért az elmúlt napok, illetve a várható következő hetek azért még arra engednek következhetni, hogy még egy jó darabig kint lesznek. A helyiek szeretik, látható, hogy amikor jönnek gyerekek, családok, még bizony kis kedvenc állataikkal is jönnek, a polgárok szeretik, átmennek rajta, hűsülnek, mindenképp egy hasznos megoldás. Ma délután az Építők parkjában tartott a kampányzáró rendezvényét Szalai Ildikó, a népszavazási kezdeményezés szervezője. A rendezvény előtt adott tájékoztatást stábunknak, amelyben a kampány értékelésén túl a részvétel fontosságát hangsúlyozta. Tata történelmet ír. 2020-ban indult a Stopp a Valontata civil mozgalom. Ekkor 2 hét alatt több mint 10 000 léptek be azonnal ebbe a csoportba. Azért, mert azt gondolták, hogy meg kell óvnunk, meg kell védenünk az öreg tó partját.
A történelmet írt szlogenünk egyébként onnan származik, hogy még soha nem volt tatán népszavazás, és olyan még az országban sem, ami teljesen civil kezdeményezéssel indult, és műemlékvédelmi, városvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi szempontok miatt. Nagyon-nagyon fontos az, hogy most tatán népszavazás lesz, az igazából azért van, mert több mint 14 ezer ember állt ki folyamatosan az Öregtó partjának védelméért. Tudni kell, hogy mi nem a fejlődés ellen vagyunk, mi a városnak azokat az értékeit akarjuk megőrizni, amelyek minden tatainak fontosak. Mi is azt mondjuk, hogy fel kell újítani a lóistállót, meg kell őrizni természeti és történelmi értékeinket, városunk hagyományait. A fejlődés azonban számunkra nem az, hogy elveszítjük a város egyediségét adó kincseinket. Mi azt szeretnénk, hogy ne változtassanak a helyi építési szabályzaton és a területbesoroláson. A törvényeket mindenkinek be kelljen tartania, és az Öregtó nyugati partjára ne építhessen senki semmilyen betonmonstrumot. A tulajdonosnak most is kötelessége lenne rendben tartani a területet, ahogy mindenki másnak is. Az, hogy valami elhanyagolt, az nem indokolja azt, hogy akkor azt öntsük tele betonnal, pláne nem a természetvédelmi Ramszali Natura 2000 műemlékvédelmi területen. Nem véletlenül szólalt fel az Öregtó partjának védelméért a DIMPI, a Ramszali Bizottság, az MME, a Greenpeace, a Zöld Szigetkör, a Nagy Tavak Koalíció és az IKOMOSZ műemlékvédelmi szervezet is, valamint a tatai és a tatát szerető polgárok, és olyan sokan mások még. Maga a Francesca Eszterházi grófnő is arra kért mindenkit, hogy menjen és szavazzon három igennel. Több mint 14 ezer ember támogatása és rengeteg munka van a mögött, hogy Tata most vasárnap szavazni fog. A szavazóurnákhoz reggel 6 és este 7 óra között lehet elmenni leadni a szavazatokat. Mi azt kérjük, mindenki legyen részese ennek a történelmi pillanatnak, vegyen részt a helyi népszavazáson, ha nehézséget okoz számára eljutni, akkor ezt jelezze önkénteseinknek, akik szívesen segítenek, hogy mindenki le tudja adni szavazatát, de mozgóurnát is lehet igényelni vasárnap délig, ha az igénylőapot eljuttatják a szavazó. Nekik. Ebben is szívesen segítünk. Írjanak nekünk a stoppavalontatakukac@gmail.com-ra. Védd a partot, vasárnap szavazzon ön is, te is, három igennel. Most mindenki részese lehet az Öregtó védelmének, amit unokáink is meg fognak köszönni. Mondja el véleményét szavazatával ön is vasárnap. Egy igen a történelmi látképünk megőrzéséért. Egy igen a természetvédelmi értékeink megóvásáért. Egy igen pedig mindannyiunkért, a jövőért és az unokáinkért. Tataváros helyi választási bizottsága határozatával 2022. július 31-ére, azaz vasárnapra helyi népszavazást tűzött ki. A helyi népszavazáson a településen a lakóhelyjel vagy bejelentett tartózkodási helyen rendelkező választópolgár jogosult részt venni, ha legkésőbb a népszavazás kitűzését megelőző 30 napig, azaz 2022. május 3-áig tartózkodási helyet létesített. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. július 1-én a szavazókörű névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazókörű névjegyzékbe történt felvételéről. Az értesítők kézbesítésének határnapja 2022. július 11-e volt. A Magyar Posta tájékoztatása szerint a kézbesítések megtörténtek. Tatán összesen 18.509 értesítőt postáztak ki. Tataváros jegyzője felhívja a választópolgárok figyelmét, hogy a tatai tartózkodási helyel, de más településen állandó lakóhelyen rendelkező személyek részére a Nemzeti Választási Iroda az állandó lakcímükre továbbította az értesítőt. Az a választópolgár, aki nem kapott értesítőt, vagy az értesítőjét elvesztette, a helyi választási irodától kérheti a személyazonossága igazolását követően az értesítő pótlását. Azt a választópolgárt, aki 2022. július 1-ét követően kerül a névjegyzékbe, a helyi választási iroda értesíti levélben. Amennyiben bármely a választást érintő kérdés merül fel, Tataváros helyi választási iroda munkatársai hétfőtől péntekig munkaidőben személyesen, vagy a 0634 588 663, a 0634 588 637, a 0634 588 616, vagy a 0634 588 693-as telefonszámokon, illetve a jegyzőtitkárságkukac@tata.hu e-mail címen készségesen nyújtanak segítséget. Augusztus 5-e és 7-e között már 7. alkalommal szervezik meg a Neszméi Borút Egyesület borászai a Neszméi Borünnep és Halnapok rendezvényét Tatán. Az esemény helyszínén, a kastély téren 15 borászat fogja kóstoltatni borait, és egy pálinkaház is csatlakozik hozzájuk. A három nap alatt számos előadó várja az érdeklődőket. Nézzük mai híreinket még egyszer, egy-egy mondatban röviden.
2022. július 31-én népszavazás lesz Tatán. Különleges érzelemfejlesztő tábor indult városunkban. Párakapuk alatt frissülhetnek fel a tataiak. Népszavazási kampányzáró rendezvény az Építők parkjában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Tatai Televízió hírösszefoglalóját látták július 29-én, pénteken este. Legközelebb friss hírekkel hétfőn fogunk jelentkezni. További szép estét és hétvégét kívánok, viszontlátásra!